Szia, üdvözöllek, Richard vagyok. Hogyha te itt vagy, akkor valószínű keresőfázisban vagy. Azt szeretnéd megtudni, hogyan tudnál pénzt keresni otthonról dolgozva az interneten. És el kell, ugyan jó helyen vagy, fogok jönni néhány információval, ami lehet, hogy a hasznodra lesz. Tehát akkor lássuk, jövök néhány példával, ami segíthet téged, tehát mi csapatban dolgozunk, és van néhány csapattársam, akit itt most meg fogok mutatni neked, tehát hogy ők hogy dolgoztak, mit csináltak. Tehát ahogy látod, itt van Pramis a neve, el kell mondjam, Ázsiából van, ázsiai csapattárs, pontosabban egy nagyon kis országból, ott Ázsia közepén, úgy hívják, hogy Nepál. És Nepálban meg kell, hogy mondjam, hogy az átlag kereset egy személynek a havonta kevesebb, mint $70. És nézd meg, hogy ő mégis $100 keresett. Tehát nagyon fontos, ez azt mutassa, hogy ez egy nagyon jó program és egy nagyon jó terméke van. Tehát akkor már is eljutottunk ahhoz az első ponthoz, ami mikor te keresel egy programot, akkor azt nézd meg, hogy legyen egy jó, legyen először egy termék, és legyen egy jó termék, amit az emberek vásárolnak, amit az emberek keresnek, és persze, ami után te jutalékot is kaphatsz. Tehát ez nagyon fontos. Egy másik dolog az is, hogy te olyan programot válasz, ez nagyon fontos, ami fizet. Tehát el kell mondjam, hogy nagyon sok program van az interneten, ahol beregisztrálsz, elkezd el dolgozni, és kiderül a végén, hogy nem fizet. És ezt jó elkerülni, tehát már idejében jó körülnézni, hogy az a program valóban fizet, nem fizet, és hogyan tudnád ezt az információt megtalálni. Hát úgy tudod megtalálni az információt, hogyha szétnézel, hogy azok a tagok, akik benne vannak abban a programban, keresnek-e pénzt. És hogyha igen, akkor azt jelenti, hogy az a program fizet. És ez akkor ugye megbízható. Egy másik nagyon fontos tényező, hogy a promoválás, igaz, a reklám, ez a marketing. Nagyon sokan felteszik a kérdést, hogy ugye akkor hol és hogyan. Hát itt van, a szociális média napjaiban élünk, tehát ezt csinálja majdnem mindenki, ott van vagy a Facebookon, vagy a Instagramon, igaz, most itt vagyunk például a YouTube-on, tehát ide, tehát itt kell promoválni, tehát lehet a YouTube-ra feltölteni videókat, lehet a Facebookon promoválni, lát Instagram, újabban van a TikTok, Pinterest, Snapchat és más dolgok. Itt ahogy mutatom ezt a példát, tehát a csapattársam ugye Nepálból, tehát látod Pranish, ő itt a Facebookon promovál, különböző bejegyzések, különböző posztokat csinál, és így promoválja ezt a terméket, ezt a programot, és látod, emberek kérdeznek tőle, és látod, vannak más posztok is. Itt van például ez a poszt, ahol láthatod, hogy egy másik munkatárs, itt volt neki $250, $250, nem is egyszer, sok, tehát láthatod, tehát $250, nem is egyszer, és el kell mondjam, hogy éppen Nepálban, ahol mondtam, kevesebb, tehát az embereknek a havi jövedelme $70, és $250-os jutalékokat keresnek. Hogyha Nepálban ezt meg tudják csinálni, akkor gondolom, hogy te is meg tudod csinálni itt Európában, tehát és nézd meg, hogy Nepálban milyen keresetteket érnek el. Több mint $8000 keresett ez a munkatársam, tehát látod, itt van az eleje áprilisnak, és tovább, tehát $250, $250, $250, nem is egyszer. Ahogy mondtam, a Nepálban, ahol a kereset nagyon kevés. Tehát, hogyha ők meg tudják csinálni, akkor meg tudod te is csinálni, és ez így működik. Tehát látod, posztolt, és így használta a Facebook profilját, így tudod te is használni, úgyis ott vagy a Facebookon, ne vagy ott van Instagramon, vagy más szociális média platformokon, és posztolsz, nem? Akkor miért ne használd fel magadnak úgy, hogy pénzt is keressél vele. És egy másik fontos dolog, amire fel akarom hívni a figyelmedet, mikor egy programot választasz, terméket, hogy legyen egy csapat, legyen egy közösség ott, például legyen egy Facebook csoport. És el kell mondjam, hogy egy másik fontos dolog, hogy abban a Facebook csoportban legyen ott a programnak a vezetője. Legyen ott vagy elnök, vagy alapító, tehát különféle címük van, tehát legyen ott miért, mert akkor azt jelenti, hogy az a program valami komoly, hosszú távon fog működni, és biztos, hogy működik. Hogyha az elnök vagy a vezetőjének a programnak nincs a csoportban, tehát nem mutassa magát, nincs fénykép, nem csinál videókat, akkor én azt mondom, hogy azt a programot kerüld el, mert az nem biztos, és nem jó ilyen programokban részt venni. Oké, akkor ebben a videóban ennyi lett volna. Remélem, hogy segítettek ezek az információk neked tájékozódni, és remélem, hogy a hasznodra volt. Ha akarod tudni, mivel foglalkozunk, akkor a videóm alatt van egy link, hogyha arra rámész, akkor fogsz te kapni tulajdonképpen egy ingyen videót, aminek neked majd el fogja mondani, hogy hogyan is működik, hogyan is dolgozunk. És akkor ennyi lett volna ebben a videóban. Köszönöm, hogy nézted, minden jót kívánok, sok sikert, és találkozunk a következő videóban. Minden jót kívánok, és szia!